Három kontinens, 16 ország, rengeteg küzdősportkedvelő fiatal. Minden évben érkeznek külföldi ökölvívók Szabadkára, hogy megmérkőzzenek egymással. A felkészülés az jó volt nagyon. Sokat edzettünk, úgyhogy remélem, hogy az első helyzet. Én várok a magyar csapattól egy 4 aranyérmet, de meglátjuk, hogy majd mit fog történni. Nem csak a fiúk, hanem a lányok is szívesen űzik ezt a küzdősportot. Az egyik olaszországi versenyzőnek a szülei is ringbe szálltak egykoron, most pedig ő is igen eredményes sportoló. I go to Olympic Games and this is part for me. Is very important. Very happy. Szerbiát a szabadkai Spartakus ökölvívó klub képviseli. Ali imamo 4 iskusna boksera, ne bi jednog od njih izdvajao što su na ovom spisku reprezentacije, tako da se nadam da će dati svoj maksimum i pokazati da je boks u Srbiji dalje postoji. A vajdasági aranykesztyű torna az egyik legjelesebb esemény Európában és a világon. Tradíció 34 godine pokazuje da ovaj turnir ima jedan visoki renome, jer sa 3 kontinenta dolaze takmičari i takmičarke kod nas u Vojvodinu, Srbiju. I stvarno je to jedno veliko priznanje da svetski i evropski šampioni dolaze na naš turnir. A rendezvényt a Vajdasági Ökölvívó Szövetség és a Spartakus Ökölvívó Klub szervezte a helyi önkormányzat és a Szabadkai Ifjúsági Iroda önkénteseinek támogatásával. Idén Szerbia mellett Örményország, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Görögország, Olaszország, Kazasztán, Marokkó, Litvánia, Norvégia, Oroszország, Skócia, Svédország, Szlovénia és Ukrajna boxolói szálltak a ringbe a Vajdasági Aranykesztyű Ökölvívó Vívótornán. Minden mérkőzést itt a Szabadkai Sportcsarnokban rendeznek meg, szombaton 12 órától tartják a döntőt, amikor is kiderülnek a végleges eredmények. A belépés a rendezvény minden egyes napján ingyenes.